cipőket készítenek a rabok az egri börtönben. Az elítéltek reggel 4:30-kor kelnek, 2:00-kor végeznek. Országosan a fogvatartottak 60-65%-a dolgozik így. Hétfőn a Kossuth Rádió Közelről című műsorának stábja is részt vett a rabok életében. Jelentés lesz, nagyon beállt a sorokba. Parancsnoki, jelentem, szolgáltam, tesszük, hogy nem történt, a 489 fő. Köszönöm. 189 fő múlt héten, amikor itt jártunk megbeszélni bizonyos dolgokat, akkor még 200 fölött voltak emlékeim szerint. A 2 órás élő műsor célja az volt, hogy bemutassák az életet a rácsok mögött. Magyarországon jelenleg 18 ezer ember él börtönben. Van egyfajta elképzelés a kinti világból, ugyanúgy, mint ahogy nekünk is megvan, hogy milyen lehet a börtönélet. Ugyanakkor újságíróként pedig azt láttam, hogy teljesen más viszonyok uralkodnak, és hogy jó lenne ezt megmutatni, hogy tényleg a valóságban miről szól a büntetés végrehajtási intézet, milyen a napi rend, hogy élnek, hogy telnek itt a hétköznapok. Mária azt mondja, ő nem tudott semmit erről az életről, amíg be nem került. Első büntényesként kerültem be, tehát csak annyit, a kinti ember csak annyit tud a börtönéletről, amit filmekből látunk. Tehát megtapasztalni csak itt tudja mindenki. A Heves megyei Büntetés Végrehajtási Intézet vezetői abban bíznak, hogy ha az emberek többet tudnak a börtönviszonyokról, akkor a szabaduló elítéltek könnyebben vissza tudnak illeszkedni a kinti hétköznapokba. Azt az elvet igyekszünk követni, hogy minél több lehetőséget kell felkínálni a fogvatartottaknak. Biztos vagyok benne, hogy nincsenek varázsszerek. Ez egyik program egyik fogvatartottnál működik jól, a másik program másnál. A Kossuth Rádió Közelről című műsora évente többször is jelentkezik rendhagyó műsorral. A hétfői médiatörténeti jelentőségű is. Magyarországon először jelentkezett élő rádióadás egy börtönből.